Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellenmondott, le nem írt őszintességgel val a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Híradónk mai vendége ifjabb Bozsik József, fogadhajtó, egykori szövetségi kapitány. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek én is! Még mielőtt felszállnánk a bakra, hadd kérdezzem meg, hogy mi ez az új dizájn, hogy bajuszt növesztettél. Eddig ezt még nem láttam itt a stúdióban rajtad. Igen. Mi történt? Tulajdonképpen ez egy próba. Édesapámnak és nagyapámnak, illetve dédnagyapámnak is volt, illetve van bajsza. És hát az elmúlt hónapokban azért sokat öregettem, mondjuk meg, ami az országban történt, de hát itt ugye nem politizálunk. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy egyfajta komolyság és egyfajta próba ez, hogy mégis igazából, ha már őseimnek volt egy bajsz, és azért a magyar emberhez a bajusz hozzátartozik, akkor én is megpróbálkozom ezzel. Hozzátartozik? Én úgy gondolom, hogy egyébként igen. Ha megnézzük a nagy régi magyar lovasainkat például, szinte kivétel nélkül mindegyiknek azért volt bajsza. Huszárok, de nem lehet, hogy úgy, nem lehet, hogy csak a festő fantáziája, vagy ki volt adva, és csak ezért festettek? Hát azért mondjuk az 1900-as évektől már azért fotók is vannak, úgyhogy a régi fotón is azért szépen, amikor díszmagyarba kiöltöztek az akkori Magyarország nagy vezetői, illetve a főurak, a nemesek, illetve a lovasok, a huszártisztek, azért a bajusz az a magyar emberhez hozzátartozik. De minden esetre ugye itt a országos bajnokságokon ma nem lesz ez még követelmény. Hogy csak az ülhet bakra, vagy éppen nyerekbe, akinek bajsza van. Egyelőre nem. Na, ha már itt tartunk az országos bajnokságnál, hát nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet, hogy megyünk kifelé az évből. Hol tart most a 2018-as versenyszezon itt a lovasoknál? Hát lassan a végén, a végéhez közeledik. A ketteseknek, illetve a négyeseknek tulajdonképpen meg is volt Izsákon az országos bajnoki döntő. Picit nem volt olyan nagy fellángolás, nagy felhanggal ez az országos bajnoki döntő, hiszen nem indultak a világbajnokságon résztvevő válogatott tagok. Kihagyta az OB-t Hölle Martin, aki az egyéni és csapatvilágbajnokunk, kihagyták az OB-t a Lázár testvérek, de azért szélszámmal ott volt az utánpótlás. Egy picit nem csak nekem, sokunknak hiányérzetünk volt. Valljuk be azért, hogy 10 évvel ezelőtt a mai, az idei országos bajnokság, a nagy A-kategóriás országos bajnokság, az egy B-kategóriás országos bajnokságnak felelt meg. Az sajnos most szinte teljesen megszűnt a B-kategória, az MB2. Egyébként kicsit a focihoz is hasonlítunk, és ott is a nagy csapatok sorra szüntetik meg az MB2-es csapataikat, és kötnek különféle szerződést kisebb csapatokkal. Valahogy a fogadhajtásban is így van, hogy többen átadnak másoknak lovakat, próbálkoznak azért,
azért, de azért valljuk be, régen azért több ezres tömeget is megmozgatott egy országos bajnoki döntő, most azért nézőnek, de fogadnak is picit hiányán voltunk, ez természetesen nem kisebbíti az országos bajnokság győzteseinek helyezetteinek érdemét. Ha már Hölle Martint említed, akkor gyorsan hagyj említsük meg, hogy most megint nyert. Így van. Kint külföldön egy úgynevezett kis mini világbajnokságnak kikiáltott. Azt hiszem Németországban volt ez a verseny. Igen. Ott lesz jövőre a világbajnokság. Van. Ez volt a fő próba. Így van. Hölle Martin nyert. Torony viszont, igen. Ami engem egy kicsit úgy elgondolkodtatna, nem tudom mi erről a véleményed. Hölle Martin kívül indultak mi magyarok. Indultak, igen. Na most Tóth André 28., Kis Róbert 40. helyen végzett. Igen. Na most ugye vannak a öt nagy név, fel lehet sorolni, és akkor nekem olybát tűnik, de lehet, hogy rosszul láttam, javítsák ki, hogy utánuk egy írtózatosan nagy szakadék van, és majd utána jön a többiek. Így van sajnos. Miért? Illetve nem sajnos. Világviszonylatban nem sajnos, hogy van egy Hölle Martinunk, és utána igen, egy óriási nagy szakadék. Itt a pár világverő hajtó azért nem volt ott, a hollandok sem képviselték magukat, de azért a világ élmezőnye ott volt. Ugye igen, mindenki kíváncsi erre az új helyszínre, Drepkaunak hívják. Egyébként korábbi válogatottunk, amikor még szövetségkapitány voltam, ugye Kun Andrea válogatott volt, az egyes fogatóknak válogatott, és ő ott dolgozott egy éven keresztül Drepkauba, a Koalik családnál, aki rendezője is a világbajnokságnak és ennek a nemzetközi főpróbának, illetve indult az apa és a fiú is, elég jó helyezettek lettek. Kun Andrea volt egyes fogathajtó lovaival, mert megvásárolták egyébként a lovakat is Magyarországról, illetve Kun Andreát is kivitték magukkal, úgyhogy Andival folyamatos kapcsolatban. Ő akkor már kint is él Németországban? Igen, most a tanulmányai miatt haza jött most őszre, Gödöllőn állattenyésztő mérnöknek tanul, úgyhogy most egy kicsit az most iskola. Most kezdte, vagy? Én úgy tudom, hogy most már másodéves. Uh-huh. Úgyhogy a vizsgákra kell koncentrálnia. De azt megoldja, azt tudja abszolválni, úgyhogy ezzel nem lesz neki a gondja. Igen, igen. Könnyebb lesz úgy gondolom, mint a egyes fogat válogatottba bekerülni. De itt a, most a kettesekről szól tulajdonképpen ez a világbajnokság, a jövő évi világbajnokság, és hát Hölle Martin megnyerte igen, a díjhajtást. Háromszoros világbajnokunk. Igen, de most a kérdést arra utat, hogy a viszont Magyarország után mögötte meg, tehát nincs az, hogy közvetlen, tehát hogyha most a bármi történne most velük, a legjobbjainkkal, hogy akkor utána bárkit oda lehetne ugyanazzal az eséllyel tenni. Igen. Hogy akkor ő is ott végez az első háromban. Igen. Az idei évben úgy gondolom, hogy Hódi Károly az, aki nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Ugye itthon nem nagyon indultak sem a Lázár testvérek, a Dobrovicék négyes fogattal foglalkoztak csak idén, nem kettessel. A két osztertág testvér, az osztertág más, osztertág Kristóf, az egyikőjük Amerikába dolgozik, a másik sem indult verseny, akik korábban ugye igen, azért, igen, azért ott voltak, és még sorolhatnánk ifjabb Simont, ifjabb Nagy Tibort, szóval nagyon sokat, akik azért feltörekvő tehetségek voltak. De idénre egy picit elfogyott sajnos a lendület. Én abban látom egyébként a hibát, hogy az állami méneseink, ahol úgy gondolom, hogy vannak lovak, több száz, több ezer ló, Mezőhegyes, Bábolna, Szilvásvárad, nem adják oda a tehetségeknek egyébként a lovakat. Régen, ha volt egy-két ilyen tehetség, akiket korábban most felsoroltam, azok után kapdostak és kilavasították őket. Jelenleg azért az a trend, hogy vagy az lovazik, aki anyagilag megteheti, és ők viszont megvásárolják Hollandiából, Németországból a legeslegjobb lovakat. Itthon viszont magyar tenyésztési, Nónius, Lipicai, Furiózó, és Kisbéri, és sorolhatnám, igen, igen, egy picit gazdátlan ezeknek a tenyésztése, illetve az állami milliók, milliárdok sem oda folynak, ahova véleményem szerint menniük kellene a tehetséges fogathajtókhoz. Ha már itt tartunk, említetted Mezőhegyest, megint volt ott egy fiatal ló világbajnokság, indultál? Indultam, és? Igen, igen, igen.
Viszonylag jól szerepeltem. Nem terveztem az indulást. De indultál. De elindultam. Igen. Két válogató versenyen tudtam elindulni a háromból, ami idén volt. Az egyiket megnyertem, a legutolsót, a másikon második lettem, Szilágyi Zsolt igen. mögött. Egy öt éves fiatal lóval indultam a legeslegfiatalabb kategóriába. Épp hogy lemaradtam a döntőtől, szóval nem kerültem be a legjobb hét hajtó közé, körülbelül a tizedik helyen zártam. Magyarok közül a harmadik legjobb hajtóként. Ezen kívül még két lovat készített édesapám oda, két öt éves lovunk ment, összességében azért indult jó pár fogat. Sajnos vagy nem sajnos, a négy évvel ezelőtti negyedik helyemet, a három évvel ezelőtti hatodik helyemet, azt most nem sikerült fölülmúlni, de ezt én tudtam előre. Én azért indultam el ezen a világbajnokságon, mert a magyar válogató versenyen egyszerűen láttam, hogy első és második voltam, nem nagyon volt jobb. Igen. Aztán a világbajnokságon egy fiatal lónál bármi történhet. Az én lovam egy csődör, egy mén, és otthon nem derült ki, hogy vannak ilyen csődörös, ménes hajlamai. A világbajnokságra ugye ez a második komoly versenye volt neki tulajdonképpen, az első egy próba volt, a másodikat megnyertünk, és egyből mentünk a VB-re, és hát ott voltak kancák, idegen csődörök, stb. Kicsit azt mondom, hogy indisponált volt. Én úgy gondolom, hogy a maximumot kihoztam belőle, 6,00 kellett volna a döntőbe jutni, és ilyen 5,81 körül kaptunk, és hát sokan azért nem rejtették véka alá a véleményüket, a többi magyar hajtó is, mert nagyon kevés, mindösszesen két magyar hajtó került a döntőbe, hogy bizony nagyon hiányzik egy magyar bíró. Ezt a lengyelek is elmondták, a magyarok is elmondták, német hegemónia van, dr. Klaus Krista főbíró 4 éve, ugyanaz a főbíró, és mind a három kategóriában német világbajnok lett, és ha hinni lehet a pletykáknak, akkor bizony a másik két bírót volt, hogy a magyar hajtóknál szóhoz se jutottak, hanem megmondta, hogy ez most épp 5,81, vagy ez most 5,9, nem nekem, egy másik magyar lókiképző hajtónak a bírói lapja például át is lett utólag javítva, ami azért érdekes kérdéseket vet fel. Hát a németeknek rendeztünk most egy jó világbajnokságot. Akkor mi érvet most nem is szereztünk? Mi nem. Mi egyetlen egyszer szereztünk az első világbajnokságon egy no-no-szlóval, német Krisztián. Az én negyedik helyem volt utána a legjobb, illetve ifjabb Nagy Tibor volt 3 éve egyszer negyedik. Tavaly egy ló se került be a döntőbe. Most a mezőhegyes sem, most mi van? Nincsenek jó lovak? Kevés a jó ló. Van egy-két jó ló, azt mind Pap János hajtja. De neki is az egyik legjobb lova lesérült az idei évben, neki sem úgy sikerült az idei évad, és hát elgondolkodtató tény, hogy a több száz lóból egy lovat sem tud mezőhegyes jelenleg pótolni, pedig hát ott van például a Gidrán ménesnek a nagy része is, Maróc pusztáról bevitték, hát egy darab Gidránt se látunk, egy darab Kisbérit se látunk, Nóniuszok azok vannak, de például a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság 4 éve egyetlen egy lovat nem tud kiállítani a fiatal lovak világbajnokságára. A túlnyomó többség, mint az én lovam is német ló, vagy holland ló. És lehet tudni, hogy miért nem? Nem kérdezni meg senki tőlük, hogy mi az oka annak, hogy ha már itt van ennyi sok szép ló, nagyon sok pénzen, akkor abból legalább 4-5-6-nak azért illene. Jó minőségűnek lennie, tehát fogadhajtásra is alkalmas verseny nemzetközi szinten. Mezőhegyesen Gergely Imre bácsi elmondása szerint, aki sajnos az idei évben elhunyt, aki több évtizeden keresztül volt a Nónius fellegvárának, mezőhegyesnek az egyik vezetője. 50 évre vissza, mert mindent elmondott a lovak származásától kezdve, mindent tudott, tehát ő egy... Ő megmondta nekem, hogy azért 56-ig itt 60 darab fogatott, 120 darab lóval, ellátással, mindennel szolgált ki mezőhegyes. Igen. Mára ez egy darab hajtóban kimerül. Én úgy gondolom, hogy ha a szakmát odaengednék mezőhegyesre, Szilvásváradon és Bábolnára, akkor mindegyik ménes legalább egy 4-es, egy 2-es, egy 1-es fogatot, illetve a fiatal lovakra minden évben 4-5 fogatot ki kellene állítani. Mire gondolsz, hogy a szakmát odaengednék? Mi most
Most nem a szakma vezeti? Nem a szakma vezeti, sem a Magyar Lovas Szövetséget, sem a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségét. Volt nekünk egy kisbéri gyerekelbénk. Így van. Ott jöttek legalább a sikerek? Ott jöttek a sikerek. Két éve ugye Schildauban, Németországban én vezettem ezt a csipet csapatot, aki azért nem annyira csipet csapat, hisz 12-13 évesen ők már olyan félelem érzet nélkül versenyeznek, hogy a Lázár testvérek is például megirigyelhetnék a magyar gyerekeket. Az eredmény két éve azon csúszott egy picit el, hogy úgy alakítják ki a végleges csapat eredményt, hogy kell egy nagyon jó gyermekhajtó, kell egy nagyon jó juniorkorú, és kell egy nagyon jó fiatal hajtókorú gyermek. Nálunk juniorba és fiatal hajtóba jobb eredményt értek el a gyerekek két éve, mint most. Szereztünk egy aranyérmet Kovács Zsófia által, illetve egy ezüstérmet Palkovics Dávid által, és mindegyik gyerek az első 10-ben volt. Most azért picit szerényebb egyéni eredmények születtek, de volt egy gyermekhajtónk, aki végig kimagasló teljesítményt nyújtott az Európa-bajnokságon. Előtte a válogatókon nem mutatta ezt meg. Juhász Miklós négyes fogathajtónk keresztfia, tulajdonképpen egy, és Juhász Péter szintén négyes fogathajtónk fia. Ő egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges srác, és ő az, aki lenullázott az utolsó nap, és természetesen többiek eredménye is kellett, de ez a jó gyermek, kiegyensúlyozott gyermek eredmény, hogy volt egy nagyon fiatal gyermekünk, így a csapatot az ezüstéremig repítette. Palkovics Dávid pedig bronzérmes lett, azért két év, ő volt az egyetlen, aki két éve is dobogóra állhatott, és most is, illetve a Póni ketteseknél ezúttal hárman indultak, és ott is szereztünk egy bronzérmet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szép eredmény, annál is inkább, hisz úgy került most Dávid az egyik lovasújság címlapjára is, hogy ez a századik nemzetközi lovas szövetség által nyert érme a magyar fogadhajtásnak, amit Palkovics Dávid nyert, úgyhogy történelmet írtak kisbéren a fiatal utánpótlás hajtóink. Milyen kapcsolatod van neked a Dávidékkal? Most edzők vagy csak lovat adsz nekik? Mert mindent lehet hallani, most csak azért kérdeznek így, akkor szembe. Hát nagyon-nagyon régóta már édesapám az edzője a Dávidnak, és jelenleg, mivel édesapámat orvmódon eltávolították Tápió Szentmártonból, abban a lovas oktató bázisból, amit ő tulajdonképpen kitalált 30 évvel ezelőtt. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy a NAV és az ügyészség is nyomozást indított a Tápió Szentmártoni lovas oktatóbázis ügyében, de ez most nem ennek a riportnak a témája. Az édesapám is próbálta idén Dávidot felkészíteni, és a feleségemmel mi ketten együtt, illetve egy nagyon kedves szponzorunkkal üzemeltetünk egy saját istállót, szóval édesapám is én már lassan 10 éve igazából külön élünk, és a mi istálunkba hozta el Dávid, a mi istálunkba tudta elhozni Dávid a lovat, a pónit, Karamelt, végig ott állt az egész szezonban nálunk, én etettem, én gondoztam, és édesapámmal közösen készítettük fel, a munka nagy részét apu végezte ennek a pónynak a felkészítésével, hisz Dávidnak, az édesapjának az volt a kérése, hogy mivel Dávid lovasport szervező szakirányon tanul Kaposváron, ezért első az iskola, és le kellett neki az egyetemen Kaposváron vizsgáznia, viszonylag keveset tudott a pónival foglalkozni, de úgy tudatottuk készíteni ezt a pónit, hogy végül azt hiszem, hogy minden versenyen, ahol elindult, ott placot fogott idén a Dávid, és az Európa-bajnokságon is bronzérmet szerzett. Még utolsó gondolat Dávidra, aztán lépünk tovább. Meddig marad még itt a sportpónik mellett? Mikor fog rendes lovat hajtani? Úgy gondolom, hogy egy mérföldkő volt a tegnapi napon pont a póni fogathajtók életébe,
hisz az első magyar pónifogadhajtó egyesület egy nagyszerű rendezvényt szervezett, 32 darab startunk volt, 32 darab pónifogat indult, ami azért szinte Embraer emlékezet óta ennyi pónifogat nem startolt versenyen. Az első magyar pónifogadhajtó egyesületnek én az elnöke vagyok, egy tisztújítás volt, és Terenyi Istvántól és Kurdics Mihálytól vettem át az elnöki posztot, illetve Katona Balázs, aki Magyarország egyik legjobb versenyirodáját üzemeltet, és úgy gondolom, hogy a legjobb egyesületi titkárunk. A munkájának, közös munkájának a gyümölcse volt ez a rendezvény, és ott Dávid elmondta, hogy hát ő marad a póniknál, még biztos, hogy hosszú távon azt szeretné, annál is inkább, mert jövőre Kisbéren világbajnokságot, felnőtt póni világbajnokságot hát rendezünk. Neki ugye most észszerűbb is. Igen. Akkor nem kell újra tanulni. Így van. Ezt újra kell egy kicsit tanulni akkor, hogy nem? Vagy... Hát Dávidba minden megvan, ami... Tehát neki ami... nem lenne olyan nagy lépés? Úgy gondolom, hogy nem lenne nagy lépés. Hölle Martin, aki Póni egyes fogadhajtó világbajnok volt, majd ugye ezüstérmel távozott a Póniktól a világbajnokság után, ugyanúgy átnyergett a kettes fogadba, és rögtön világbajnok lett tulajdonképpen. Úgyhogy Dávidba is úgy gondolom megvan ez a tehetség, ős tehetség, de ugyanúgy ifjabb Nagy Tibor is, akiről el kell mondani, hogy igaz, hogy most nem indul, nem látjuk a nevét, de azt tudni, hogy Hölle Martin mögött, ő a segédhajtó, ifjabb Nagy Tibor és kedves felesége a lovász segédhajtó szerepet tölti be a Hölle teambe, és Martin mellett, ugye pont egy kép alá is írták, hogy hány világbajnokot rátnak ezen a képen, hiszen a lovak és a hajtó és a segédhajtó is világbajnok volt. Vannak ilyen tehetségeink. Én nekem a szívem egy picit fáj, hisz én ifjabb Nagy Tibort, meg Palkovics Dávidot is fogaton szeretném mindig látni, és a jövő, a csúcs, az azért a nagy négyes fogat. Igen. És azért Áhenba egy Hölle Martin, ifjabb Nagy Tibor, Palkovics Dávid, aki egyébként póniba hajtott már négyes fogatot, egy ilyen csapatot azért 5-10 év múlva el tudnék képzelni, hogy megnyerik a legrangosabb versenyt. Mégis akkor most 2018 milyen év volt? Sikeres vagy... hozták a szokásost, a fogadhajtóink. Úgy összességében, hogy tudnád ezt röviden megfogalmazni? Hát röviden... Vagy megindultunk lefelé. Nem tudom, tehát hogy látod? Lovas világjátékok van. Ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban kezdődik a fogadhajtás Amerikában, Tryonban, és nincs ott a magyar válogatott egy világbajnokságon. A négyes fogadhajtó válogatottunk, nincs ott a világbajnokságon. Igen, a díjugratásban viszont ott vagyunk. Díjugratásban ott vagyunk, de azért ne dédelgessünk nagy reményeket, az teljesen jó, persze, más. Így van. Ott ugye 1936 óta nem volt. A fogat az egyetlen, ahol, aki a lovas világjátékokon labdába tudott rúgni. Ifjabb Dobrovic, idős Dobrovic és Lázár Zoltán tudott Franciaországban egy világjátékok csapat érmet nyerni, de az egyetlen egyéni érmet az továbbra is édesapám szerezte 1990-ben Stockholmba. Azért valljuk be, két világbajnokságon nem tudott a magyar válogatott indulni. Kentuckyba volt egyszer a világjátékok, illetve most. Ott vannak a csehek, ott vannak a lengyelek, ott vannak a hollandok, a németek. Mi nem vagyunk. Igen, de most ezt az évet, akkor milyennek mondod? Hát úgy gondolom, hogy a csúcs a királyi kategóriában azért az áheni szereplés, ahol 101 hibaponttal jött le az akadályhajtás után a válogatott, az azért mindenkiben egy nagyon nagy szöget ütött, illetve az utolsók között kullogott a válogatott. Ugye idős Dobrovics Józsefnek jó fogata van. Ő az év végére jött be az a teljesítmény, amit tőle azért tudtunk várni, megnyerte a Dunaueschingeni versenyt. De Áhenban még nem úgy sikerült, illetve az akadályhajtásban technikai kocsi problémája volt. Ifjabb Dobrovics Józsefnek nem volt azért olyan világverő fogata, és hát a harmadik tag, Galbács Ferenc először indult Áhenban, az ő fogata abszolút nem nemzetközi szintű. Sajnos az utánpótlás továbbra sem biztosított, ugyanúgy, ahogy a ketteseknél, a négyeseknél sem. A nagy nemzetközi versenyt idén csak a gyermekek, illetve a pónik nyertek. A fiatal lovak világbajnokságán is úgy gondolom, hogy nagyon szerény eredményt értünk el. Pedig azt azért látni kell, és ki kell mondani, hogy milliók elmentek ezekre a világversenyeknek a felkészítése. Lázárék nem szerepeltek idén, nem hajtottak? Nem szerepeltek idén, nem egy versenyen sem indultak.
Mert? Most a Nemzeti Vágtán láttam Zoltánt egy fogaton. Aha, lehet tudni, ez valami jelzésérték részükről, hogy kiszállnak, vagy... A hírek szerint kiszállnak, bár azért sokszor az elmúlt 10 évben csak én tudok 10 alkalmat, amikor felmerült az, hogy akkor a csúcson kell abba hagyni. Most azért úgy gondolom, hogy bennük van egy szálka a legutóbbi világbajnokságon, hisz Lázár Zoltánt kizárták, az fülvédő rögzítve volt, nem rögzítetve volt probléma miatt. Még most is az EFEI prominensei és vezetői ezt az ügyet tárgyalták 2 év vagy 1,5 év után is, de úgy gondolom, hogy azért ők eddig sem adták fel, ezután se fogják, viszont azt tudni kell, hogy a világ elhaladt mellettünk. A Lázár Zoltán 4-es fogadba 2004-ben állt dobogón, a dobogó 2. fokán majd ugye később elvették az első helyezett némettől, és úgy lett világbajnok, de azóta egyénibe senki nem állt a dobogón. A 4-es fogadtatásban a dobogón 1984-ben állt Juhász László a csúcson, utána édesapám állt fel 3-szor egyénibe, illetve a Lázár Zoli. A Dobrovicéknak sem sikerült még egyéniben, és azért ott az Excel Boyd hegemónia, a mögött azért Chester Weber, a hollandok, a Sárdon, jön fel az ifjabb Sárdon, fia Bram Sárdon, Kozderonde, félelmetes profizmus van, és félelmetes lóanyag. Tehát akkor lehet, hogy akkor a Lázárékban ennyi volt, és akkor most már szép lassan el kell tőlük köszönni, mint... És akkor a Dobrovic zárásként rövid időnk van, és a Dobrovic féle istálóban mennyi van még ott? Ők még hozhatnak eredményt? Rövid távon gondolkodom, most 1-2 éven belül. Én úgy gondolom, hogy igen. A idős Dobrovic Józsefnek azért már évek óta kijárna egy egyéni VB-érem, és ezt azért ő is lenyilatkozta, hogy sajnos az utóbbi években eladták a legjobb lovaikat. Eladták a legjobb lovaikat, most újra összeállt egy fogat, hát ezt meg kellene tartani. Azért Dobrovic Józsefnek szinte évről évre más fogata volt, világbajnokságról világbajnokságra más-más lovakkal versenyzett, amit most látunk, hogy az amerikai válogatottba, a német válogatottba, itt-ott ezek a lovak szétettek szorva. Ha egy jó fogat összejön, és ezt megfelelőképpen menedzselni tudják, és oda tudják készíteni, akkor egyénibe idősebb Dobrovic József jövőre esetleg komoly eredményt érhet el. Az ifjabbik Dobrovicnál még nem látjuk ezeket a lovakat, utánuk viszont nagyon nagy űr van. Hát általában ez volt már ilyen, úgy szokott lenni, hogy azért a Lázárik csak előhúznak az istálló mélyéről 1-2 lovat, és azért ők még mindig be tudnak szállni a 4-es válogatottba is, illetve a 2-esbe is. Hódi Károly tudnám idézni, aki egy TV interjúban elmondta most, hogy ő a egyik legeredményesebb idei magyar hajtó, és szégyennek tartja ezt, hogy idősebb korosztályú hajtókhoz tartozik már Hódi Károly, és hogy még mindig ő a legjobb, pedig már ő is úgy érzi, hogy jönni kéne az utánpótlásnak, jönni kéne a fiataloknak, jönni kéne a fiatal lovaknak, de ehhez nagyon-nagyon komolyan a Magyar Lovasport Szövetségnek és a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségeinek el kellene gondolkozni, hogy nagyon kevés ló van az országban, a válogatottakban egyre kevesebb magyar ló van, pedig lenne. Én úgy gondolom, hogy lenne még a magyar lovakba erő. Bízunk benne, hogy akkor 2018-as eredmények hatására átértékelik a munkát, amit elvégeztek, és akkor 2019-ben oda csapnak a lovak közé. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, így legyen, hajrá magyarok! További sportosat! A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.